A keszthelyi kemping területét sem lehet beépíteni, hangzott el a Párbeszéd két képviselőinek sajtótájékoztatóján. A volt Balaton Turiszt, Zala kemping és Üdülőfalu területén folyó építkezés területi kisajátítását szeretnék megakadályozni. Elkezdték építeni a luxus üdülőket, a luxus villákat, és most már ott tartanak, hogy nem csak maguknak, hanem a barátoknak is szeretnének egy jövedelmező üzletet kialakítani itt a Balaton partján. És ezt semmilyen körülmények között nem engedhetjük meg, hiszen a Balaton mindenkié. A Párbeszéd már korábban elindította a nagy tavak kampányát. A Fertőtónál, a Balatonnál, a Velencei tónál számos megszólalásuk volt a tavak körüli építkezésekkel kapcsolatban. A Párbeszéd számára nagyon fontosak a vizes élőhelyek, és azt gondolom, hogy a Balaton esetében különösen oda kell arra figyelnünk, hogy mind a partmenti nádasok és a megmaradt partmenti zöld felület, a fás ligetes részek megmaradjanak, és természetközelinek maradjanak meg. Ez a beruházás, ami itt van, véleményem szerint károsítja a természetes élőhelyeket, és veszélyezteti a tó vízminőségét. Szabó Rebeka elmondta továbbá, véleményük szerint a társadalomnak is káros, ha beépítik a Balatonpartot, a kempingeket, mert a kispénzű emberek nyaralási lehetőségét korlátozzák.